József Fritzö 1984. augusztus 28-án elkábította a lányát, láncra verte, és a pincében lévő titkos kamrába zárta, ahonnan 24 évig nem is engedte ki. A helység kezdetben kb. 35 négyzetméteres volt, és több biztonsági ajtó biztosította az elmebeteg apát, hogy senki se találhassa meg Elizabethet. És amúgy is, az ajtók Fritzö pincében lévő műhelyében egy szekrény mögött voltak, így rajta kívül senki sem láthatta. A lány eltűnését bejelentették a rendőrségen. Érdekesség, hogy amikor kijöttek a rendőrök a Fritzö családházába, akkor egy nyomozó körbenézett a pincében, azonban nem volt elég alapos, és a cella ajtót nem fedezte fel. Ha tüzetesebben vizsgálódik, akkor talán Elizabeth nem tört 24 évet bezárva. József iratott egy levelet a lányával, miszerint elment hazúról, egy baráti társasággal van, nincs semmi baja, és kérte a szüleit, hogy ne keressék. A férfi aztán feladta a levelet a saját címükre, így mind a felesége, mind a rendőrség úgy gondolta, hogy a lány beálltett szektába, és többé nem akar kapcsolatot a családjával. Az ügy lezárva. Fritzö az elkövetkezendő 24 évben szinte minden nap lement a pincébe. Elizabethet rendszerint megerőszakolta, verte, kínoszta. 1986-ban a lány terhes lett a vérfertőző apjától, azonban a 10. héten, 1986. novemberében elvetélt. A következő babát már sikerült kihordania, és 1988. augusztus 30-án életet adott első lányának, Kerstinnek, aki a 2008-as szabadulásokig végig a pincében volt. Szerencsétlen lány élete első 20 évét bezárva töltötte a lyukban, és egyéb szörnyűségek is történtek vele, de erről később. Elizabeth a szülésnél sem most, sem később semmiféle orvosi segítséget nem kapott. A szadista apa csak egy ólót adott neki, és azt mondta, hogy a cella mosdójába intézze a dolgot. 1990-ben megszületett Stefan, aki szintén nem látott napfényt 2008-ig. Harmadik testvérükkel, az 1992-ben született Lizát 9 hónapos korában József felvitte magával, és egy levél kíséretében a küszöbük elé tette. A levélben, amit Elizabethtel iratott, az állt, hogy a lány szülte a babát, azonban a szektában nem tudja felnevelni, és azt szeretné, ha a szülei gondoznák. Az örökbefogadás zökkenőmentesen zajlott. Ami annak is köszönhető, hogy a férfi korábbi erőszakos bűncselekménye már kikerült a rendőrségi nyilvántartásokból. Így hivatalosan egy fethetetlen állampolgár volt. József és Rosemary Fritzö tehát sajátjukként nevelték Lizát, mondjuk a férfinak valóban a saját gyermeke volt. 1993-ban Elizabeth engedélyt kapott a pszichopata apjától, hogy kibővítsék a cellájukat, így a 35 négyzetméteres pokoli lyukból egy valamivel nagyobb, 55 négyzetméteres pokoli lyuk lett. A munkálatokat a lány és a két gyermeke 2 év hosszan puszta kézzel ásva végezték, Józseftől szinte semmiféle segítséget nem kaptak. 1994-ben született a 4. baba, Monika, aki 10 hónapos korában József felvitt, hogy ő és a felesége neveljék fel. Itt a kisbaba mellé nem levelet kellett írnia Elizabethnek, hanem fel kellett mondania egy szöveget, amiben arra kérte az anyját, hogy nevelje fel ezt a gyerekét is. József aztán egy fülkéből felhívta a feleségét, és lejátszotta neki a szöveget. Rosemary Fritz a telefonhívás után nem értette, hogy a lánya, aki már több mint 10 éve nem volt otthon, honnan tudta az új és titkos telefonszámukat. Ezt jelentette is a rendőrségen, azonban a nyomozáskor nem jutottak semmire, így lezárták. József Fritzö ismét megúszta. 1996-ban a szerencsétlen lány egy ikerpárnak adott életet, az egyik baba azonban 3 nap után meghalt. A holttestet József egy kályhában égette el, megszabadulva minden nyomtól. Később az életben maradt Alexandert felvitte a pincéből, és az előző 2-höz hasonlóan a feleségével nevelték. A vérfertőző kapcsolatból még egy gyermek született, 2002-ben a Félix nevet kapta, aki azonban a 80-as években született 2 testvéréhez hasonlóan a pincébe zárva nevelkedett. Az elmebeteg férfi egyébként mind a 24 éven keresztül ugyanúgy kínoszta, fenyegette Elizabethet és a vele maradt gyermekeiket, mint a legelején. Annyi volt a különbség,
hogy József Fritzl ráunt Elizabethre, és az első közös gyermeküket Kerstin kezdte molesztálni, megerőszakolni. A szabadulás végül Kerstinnek volt köszönhető. Aki nagyon beteg lett, így József kórházba vitte. Majd egy héttel később a lenn maradt Elizabethet a két gyermekével együtt felhozta a pincéből, azzal a szöveggel, hogy a lány otthagyta a szektát, és hazatért a három gyermekével, akiből az egyik úgy a kórházban volt. A rendőrségen aztán vallomást tett Elizabeth, elmondta az elmúlt 24 évének szörnyű történetét, amit a nyomozás megerősített. 2009-ben végül József Fritzl életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. Egyébként a tettét a mai napig nem bánta meg, és szerintem, hogyha újra kezdhetné az életét, akkor pont ugyanígy cselekedne. Elizabeth a hat gyermekével együtt új, titkos személyazonosságot kapott, és egy osztrák faluba költöztették őket. Állítólag jól vannak, a helyiek tudják, hogy kik ők, és nagyon segítőkészek. Egy cikkben azt olvastam, hogy a 24 évig fogvatartott lány összejött az egyik testőrével, aki a szabadulása után vigyázott rájuk. Hogy ez a hír valós-e, nem tudom. És azt sem tudom, hogy ő és a gyerekei képesek lesznek-e valaha is normális életre. Az minden esetre biztos, hogy a gyerekek is nagyon súlyos traumát hordoznak magukkal. Amit nem biztos, hogy a pszichológusok teljesen kezelni tudnak. Rosemary Fritzlt nem ítélték el, elhitték neki, hogy nem tudott a férje által elkövetett szörnyűségekről. Ő most Linzben él egyedül egy kis lakásban. Szerintem nála két lehetőség állhatott fenn. Az egyik, hogy tudott az egészről, és végig fedezte a férjét. A másik lehetőség, hogy nem akar tudomást venni arról, hogy a férje fogva tartja és kínozza a lányukat, és inkább mindig elfordította a fejét. Így vagy úgy, de szerintem ő is bűnös. Hiszen tudjuk, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma. Elizabeth hat testvéréről semmiféle információt sem találtam, de ők is ugyanúgy abban a házban laktak, amely pincéjében az apjuk embert kínzott. Nehogy már ők sem vettek észre semmi szokatlant, amit a rendőrségen jelenteniük kellett volna. Az egész család homokba dugta a fejét, vagy mindenki tök hülye volt? József Fritzl állítólag az utóbbi időben demenciával küzd. 2017-ben nevet változtatott, elgondolkodtató, hogy milyen igazságszolgáltatás az, ahol külön cellát és védelmet kap egy ilyen elmeháborodott, csak hogy nehogy bántsák a többiek. Végig tekintve József Fritzl életén joggal merül fel, hogy ilyen esetekben abszolút jogos lenne a halálbüntetés. Főleg, hogy a bűnbánat semmi jelét sem tanúsította, és tanúsítja a férfi. Az Amstetteni Rémről készített két videóm felvezetés volt a tébolyda második számú pacienséhez, illetve pacienseihez. A hivatalosan nem létező elmegyógyintézetben azonban, mint tudjuk, nem kell elszámolni a hivatalosan nem létező betegekkel, így ott azt tehetnek egy ilyen könyörtelen emberrel, amit megérdemel. Ha kíváncsiak vagytok arra a történetre is, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, valamint a feliratkozó gomb mellett nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a tébolyda második számú pacienseinek a történetéről. Sziasztok!